A Tamási 2009 FC már javában készül a tavaszi szezonra. A felkészülési időszak január közepén vette kezdetét. Kicsit fele más eredménnyel zártuk, mert nagyon jó kezdték a bajnokságot az elején, de mint az elején is megfogalmaztam az ötödik forduló után, hogy vezettük a tabellát, hogy ne a tabellát nézzük, hanem azt, hogy mi csapatot szeretnénk építeni. És ez úgy mondom, hogy szerintem ez össze is jött, mert egy egységes csapatunk lett, nagyon sok fiatalt beépítettünk, de sajnos a második felében a bajnokságban azért nagyon sokan úgymond betegség, sérülés, eltiltások miatt hiányoztak, és ezáltal úgymond visszaesett egy kicsit a teljesítményünk is. 13-án kezdtük a felkészülés, január 13-án, heti 3 edzésünk volt eddig, és sajnos 2 edzőmérkőzésünk elmaradt. A kaposvári Rákóczi ellen játszottunk volna január 21-én, illetve most hétvégén az az időjárás miatt maradt el, és most hétvégén szombaton mentünk volna Pécsre a PVSK-hoz, ott viszont sajnos nagyon sok betegünk volt a csapatban. Úgy érzem azért, hogy még mindig azért a csapatépítés fontos, de viszont azért nem szeretnénk alacsonyabb osztályú csapatok ellen, tehát nem az, hogy könnyű győzelmeink legyenek, hanem az, hogy azért legyenek komolyabb ellenfeleink, akik ellen azt mondom meg kell küzdeni, és akkor be tudjuk sorolni magunkat, hogy mégis milyen erőt képviselünk mi is. Tehát az összes csapatok ellen, akiket lekötöttünk, az mind hasonló kaliberűek, mint mi, sőt, vannak erősebbek is. Fölkértek, én az ifjúsági csapattól kerültem a felnőtt csapathoz. Szerettem volna minél több fiatal beépíteni, de sajnos voltak olyanok is, akik beálltak, csinálták szorgalommal, de sajnos voltak is, akik lemorzsolódtak, és ezeket szeretném mindenféleképpen pótolni. Tehát én úgy érzem, egy 2-3 játékost szeretnénk igazolni. Az igazolások azért folyamatban vannak. Egy igazolásunk az már biztos. A Rákóczitól igazoltuk, kaposvári Rákóczitól a Balog Alexet. Tehát ő már biztos, de még van 2 NB3-os képességű játékos, akit szeretnénk még most leigazolni a tavasszal. A fiatalok nem mindig partnerek abba, hogy beálljanak a sorba. Tehát és a másik az, hogy azért Tamási nem egy nagy település, tehát azért gyakorlatilag Kaposvárba, aki azért megyeszékhely, ott is azért nagyon a csapatnak a fele legalább légiós, tehát más megyékből származik, és nekünk is alkalmazkodni kell. Tehát igazán olyan csapat nem is nagyon van itt a megye első osztályban, aki ki tudna állítani 11 saját nevelésű játékost. Talán a Szekszárd úgymond kivétel. A Tamási 2009 FC megyei egyes csapata első edzőmérkőzését a Somogy megyei 9. helyezett balatoni Vasas ellen játszotta, mely mérkőzés alkalmával hamar felvették ellenfelük taktikáját a hazai pályán játszó tamásiak. A döntő gólokat a meccs második félideje hozta meg. A meccs végére Tamási 5-0-ra verte ellenfelét. A felkészülési edzések egyik fajsúlyos pontja a fizikai erőllét megfelelő szintre hozása, vagy éppen szinten tartása. Én nagyon a kondicionális jellegű edzéseket helyezem előtérbe. Értem ez alatt a sok irányváltást labdával, labda nélkül, és a kisjátékok. Ez a modern focinak szerintem az alapja. Egy kaposvári Rákóczi, ők azért heti 5 edzésre készülnek, ők feladják a leckét, tehát várjuk a kihívásokat. A Tamási 2009 FC felnőtt csapatát a balatoni Vasas elleni küzdelemben jól egészítették ki, az U19-es fiatalok nagyobb lendületet adva ezzel a játéknak.